Brassai édesburgonyával és zellerrel. Apróra vágom a hagymát, megpirítom olajon, és utána felkockázom a húst. Majd miután felkockáztam, ez is mehet a hagymára. Sót, borsot, majorannát és fűszerpaprikát fogok használni, ezekkel ízesítem. Átforgatom, még rányomok 2-3 gerezd fokhagymát, és felöntöm vízzel, és hagyom rogyogni. Majd felteszem főni a felkockázott zellert és édesburgonyát sós vízben. Miután megfőtt, lecsepegtetem róla a vizet, rántok egy kicsi olívaolajat, még fűszerezem, és utána berakom az airfryerbe 200 fokon egy olyan 10-15 percre. El is készült, összeforgatom a hússal, és lehet is fogyasztani. Nyami!